Sziasztok! Sokan kérdeztétek, hogy ebben az új helyzetben hogy tudtok hozzájutni a kedvenc holland pázsi termékeitekhez. Ugye március 27-én életbe lépett ez a új kiárási korlátozás, mi megnéztük a rendeletnek a szövegezését, és azt találtuk benne, hogy az építőipart kiszolgáló üzletek nyitva tudnak tartani. Ugye mi is az építőiparhoz szorosan kapcsolódunk, mert ugye ezzel a holland pázsittal a kerteket és a teraszokat tesszük sokkal esztétikusabbá, barátságosabbá. Úgyhogy az üzletünkben hétköznap reggel 9 és délután 3 óra között várunk titeket, szombaton pedig reggel 10 és délután 2 között. Figyelünk arra, hogy a fertőtlenítés, a kilincsekre, amit meg tudtok fogni, az biztosítva legyen. És hogy kellő nagy méretű az üzlet, úgyhogy ezt a másfél méteres távolságot be tudjuk tartani. Abban az esetben, ha mégse jönnétek be az üzletbe, mert inkább a maradj otthon felhívásnak szeretnétek jobban megfelelni, abban az esetben két opciót tudunk ajánlani, hogy holland pázsit adok tudjon lenni. Az egyik az, hogy a kollégáink ki tudnak menni hozzátok a helyszínbe, a kertbe vagy a teraszra megnézni, hogy pontosan mi az, amire szükségetek van, és ott a helyszínen is ki tudjátok választani azt a pázsitot, ami nektek a leginkább megfelelő. Úgyhogy ide akár tudtok rendelni online tőlünk pázsitboxot is, vagy ilyen fűsimogató mintákat. Úgyhogy a holland pázsit termékek elérhetőek. A kivitelezésre pedig annyit mondanék, hogy minden kivitelezőnk dolgozik, be vannak ütemezve a kivitelezési munkáink. Úgyhogy azáltal, hogy van most ez a nagyon szigorú korlátozás, itt a magyarországi helyzetet alapvetően figyelembe véve, ha otthon kell maradnotok, azt gondoljuk, hogy legalább a kertetek vagy a teraszotok szépüljön meg, és ebbe a holland pázsit tud nektek segíteni. Napi aktualitásainkról pedig a videó alatti leírásban megtaláljátok a Facebook, az Instagram és a weboldal elérhetőségünket, ahol folyamatosan tesszük közzé azokat a friss információkat, ami velünk kapcsolatban érdekes lehet, hogy ott tudtok tájékozódni.